Madrid, 2020. április 3-a. A COVID-19 járvány karanténjának 19. napja Spanyolországban. Hello, üdvözlöm Önöket, titeket. A nevem Tesler Mónika, Madridból jelentkezem. Hát a mostani helyzet nem nagyon könnyű. A világ leállt, az utazások megszűntek, az emberek bezárkóznak, és ez sajnos valamilyen hatással mindenkire van. Reméljük, hogy nem sokára újraindul a világ, talán egy kicsit józanabbul, talán egy kicsit jobban figyelve a környezetünkre. Spanyolország rengeteg ellenséget legyőzött, rengeteg csatát, háborút megnyert, és ezt is meg fogja nyerni. Most nincs nagyon jó helyzetben, de meg fogja nyerni. Nem egyedül, hanem Európával, a világgal, az emberiséggel, közösen, mindannyian. És ha ez megtörténik, akkor újra látogathatóak lesznek azok a csodálatos helyszínek, amelyeket annyira szeretünk itt Spanyolországban. Kezdve a Madriddal, a nagy kozmopolita várossal, a Prádójával, Királyi Palotával, vagy a Real Madrid stadionnal, mellette Barcelona, Sagrada Familiával, a gyönyörű Gaudi házakkal, vagy a gótikus negyeddel. Rengeteg látogatót vonz majd Andalúzia újra, a nagy kedvenc, az arany háromszögével, Sevillával, Kordobával, Granadával, mind a három felére egy csodával. Észak-Spanyolországban találkozhatnak Baszkfölddel, és a rengeteg kulináris élménnyel, mellette Kantábriában a világhírű Altamira barlanggal, és Észak-Spanyolország legnyugati pontján pedig a Szent Jakab zarándok útnak a legvégén Santiago de Compostelát ismerhetik meg. Bármelyik részét is választják Spanyolországnak, csodálatos hely mind, és remélem, hamarosan együtt fedezhetjük föl. Addig is maradjanak otthon, és vigyázzanak nagyon magukra.